Sziasztok, kezdjük a videót azzal, hogy most bemutatom az új lakásom, ahová fogok menni, vagy ahová tartok. Tartsatok velem, igazából ne számítsatok nagyon jó lakásra, ne számítsatok arra a fúrós, legjobb vidára, vagy még arra, hogy nagyon fúrós patika lesz ez a lakás, mert még van mit rajta dolgozni, de erre a videó végére visszatérek, szóval vegyük az irányt a lakásom felé, és megnézzük, hogy milyen lakást vettem éppen, szóval gyertek velem, és nézzük meg közösen. Ez itt a szoba, ugye? Az RP amúgy az nagyon jó, az meg van csinálva. Nyilázárok azok ki vannak cserélve. Az ugye jó. Korszerű. Az korszerű. Így van. Ha már a lakás nem az. Az RP is egész nagy. Igazából direkt azért vettem felújítatva, mert úgy akarom felújítani, hogy a saját elképzésem szerint, meg először ugye majd ki akarom adni. Lényegében. Az egy-kettő felújítás az kell a lakásra, az Ati fog segíteni nekem. Már látjátok azért rá. Mutasd is meg. Jó, mert ráfér egy kis felújítás, értitek? Itt ugye van egy kis törés. Itt ugye kell egy alapfestés, vagy hogy van? Nem, azt le kell szedni, grettelni kell. De ugye, hogyha fából van, akkor valami fazománc, majd azt meglátjuk. Azt igen. Na az... Ez ilyen aprólékos. Kulcs. De az meg lesz. Mutasd a sarkokat. A sarkok azok hibásak. Munkás szálló. Nem amúgy, tényleg azért, mert hogy befektetésnek szerintem az egy legjobb amúgy. Földrajzi elhelyezések között, meg ami ahogy van az adottság, az nagyon jó, ugye? Ha belegondolunk, mert azért itt van minden, fog ide épülni egy pláza is, itt van ugye a Kelenföldi pályaudvar 5 perc. Igen, nagyon forgalmas helyen van, igen. Jó megközelíthetősége van, jó a fény, úgyhogy igen, nagyon jó helyen van. És a fürdőszoba a gázos. Na nézd, a fürdő az tényleg gáz, azt Szati az elmondja, hogy itt majd ugye a csempéket azt ki kell cserélni, az full, most már legyen csinálva a full bontás. Patikára. A bontás, ez full patikára meg lesz csinálva amúgy. Meg ugye látjátok a WC-nél az a rész, ez nem korszerű, ez ilyen 50-es évek. Igen, ez egy takaró próbál lenni, igen, de a csöveket. Ez meg lesz csinálva nagyon stabilra, ugye a csempét is látjátok, ugye az se a kádat is. A kád, az se a legkorszerűbb, azért ez egy régebbi lakás, viszont ezt nagyon faszára meg lehet csinálni. Így van, hát főleg amikor majd beköltözöl, akkor egyelőre csak elég a fürdő. Egyelőre csak a fürdő csináljuk, mert ezt most úgymond tényleg ezt ki szeretném majd adni egy ideig. A lakáshoz, hogyha lesz valami komolyabb kapcsolatom, vagy valami komolyabb név, akkor megcsinálom a full patikát. Fő a romantika. Fő a romantika, ezt kibontjuk a falat, és csináljuk majd egy amerikai konyhát ide, az úgy lesz. És innen ez is előrébb kerül, és itt a gyerekszoba. Most nagyon odébb adtam, hogy néztem, hogy csak megnézitek, akkor kurva nagy az erkély. Igazából, hogy ez jól lenne szigetelve, mert nem biztosítani, hogy ide van. Ebből lehetne valami plusz dolgot csinálni, vagy úgy csinálni meg az erkélyt, hogy kicsit meghosszabbítani, így a légkét, és az erkélynek egy kisebb helyet adni. Érted? Hát szerintem az erkélyt. Az erkélyt, az amúgy a szoba szerintem azért elég lett meg tágas. Bőven elég, jön meg ezt a szalat, ezt ki akarom baszatni a gecibe. Ez kurva nagy helyet fog, és kurva nagy fasság itt szerintem ez a szekrény. Ez szerez bontva a faszba, de mondom, hogy alapvetően nagyon faszára meg lehet itt csinálni mindent. Jön meg az ajtó, a bejárati ajtó is cserélve lesz. Hány pontos zár lesz az új bejárati ajtón? Tesó, 25. Mi? 25. Várjál, fog meg egy pillanatra. Már működik a csengő. Nézzük már. A csengőt nyom meg. A csengő az modern. Na jó, első akkor a fürdő. Az első fürdő az meg lesz patikán. A csempék az idáig lesznek. Hát ez olyan a nevekérleti göcsi. Az idáig lesz föl. Szóval most már kezdjük újítani akkor ugye
a dolgokat, így a lakáson, hogy minden stabil legyen. De amúgy szerintem alapvetően mondom, a szoba az azért megvan felújítva egész jól. Annyi még, hogy még itt ezekhez főként, mert padló szőnyeg van, és itt majd le kell takrétáztatni, ugye, vagyis parkettát rakni alá. Parkettát rakni a padló szőnyeg alá? Most nem, hogy nem. Ez nagy hülyeség. Nem, de csak fölszedni, ugye, és leparkettál. Így, hogy van, amúgy én fölszedném az egészet. És akkor most mit csinálni alá? Alá mit csinálni? Megcsinálni normális a laminált padlóból. Azt mondom? Ja. De ez mondjuk, hogyha kiadod még bérbe, még felesleges, mert akkor a tapétát is le lehetne szedni, és normálisan krigettelni, festeni. Egyelőre elég lesz a fürdő, de majd szép lassan halad. Gyűjtesz egy kis pénz mindig? Van? Van, de sem. Most mennyibe? Most azért elment egy kevés. De. Mennyibe vetted? Közértekű információ? Ez nem, tessék. De szerintem, hogyha fölnéztek a netre, és megnézitek a 11. kerületbe, milyen áram az a lakás, elég már.